Szevasztok, Rikári vlog. Itt vagyunk az M-betűs gyors étteremben, és sóher menüt eszünk, mondjuk nem én voltam sóher, mert itt egy elég drága menüt nyomok be, van valami barbecue szendvicsük, de annyiba sóher az egész meki, hogy ugye kézzel kell enni a sült munkat, hogy még egy koppisztáló sincs. Ezt mondjuk nagyon nem szeretem benne, csak most rá vagyok szorulva, mert vagyok koncertre a parkba, aztán valami kiadósat kell zabálni, mert nagyon gyenge volt a reggeli is, meg az ebéd is. A reggel nem kaptam zsemlét, úgyhogy kiflit kellett tenni, ami hát kisebb, mint a zsemle, dekára, meg kalóriára. Ebédre meg ilyen tésztás kaját ettem Andi néninél, úgyhogy az se volt valami nagy kalóriabomba. A testére meg kell valami kalóriadús. Otthon meg kajálni nincs időm, mert kapunyítás lesz. Nem kapuzárási pánik, hanem kapunyítás. Még menni kell jó kis kispát hallgatni. No, a videó címe meg az, hogy irány Románia, meg az alcíme az, hogy már nem vagyok Bécsben. Objektív okokból mostanában utólag mennek ki a videók, és amikor a bécsi videókat elkezdtem felrakni, akkor már hazafelé tartottam. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki tippeket küldött, hogy a bécsi dolgokkal kapcsolatban megküldtetek a 40-20-asokról tippet. Tehát nem tudhattátok, de annyiból késő, hogy már én hazafelé jöttem, amikor a videó kiment. Hú, de éhes voltam. Meg vagyok még. Na, úgyhogy viszont szívesen fogadok tippeket. Romániából nevezetesen egy városba megyek. Egy magyar városba, vagy hát román-magyar városba. Temesvárra. Temesvár környékéről kérem a tippeket, fotótippek. Látnivaló. Megye malaksza motorkocsi, az merre megy, villamosok, vonatok, mik az érdekességek a környéken, ami tömegközlekedéssel könnyen elérhető, és nem kell Temesvárról elutazni messzire. Mert nem azért megyek Temesvárra, hogy mondjuk elvonatozzak, elkiránduljak Bukarestbe mondjuk, vagy Kolozsvárra, vagy Brassóba. Mert közvetlen környéken, illetve a városban érdekelnek a dolgok. Még odébb van a utazás, annak se jelentem be az idejét, de az lesz a következő ilyen külföldi út. Na, ugye a bécsi út nagyon jó volt, csak rövid. Most pedig itt pont vannak különféle programok, meg hát a munka frontja. Mondjuk ezt a videót péntek este veszem föl. Úgyhogy most éppen nincs munka frontja. Aztán jön a nagy home office jövő héttől, meg újítják föl az irodaházat, otthon leszünk. Úgyhogy megint, mint a Covid alatt, otthonról kell dolgozni sokáig. De finom ez a sóher menü. Na. Annyiból is sóher menü lett, hogy nem volt juice. Én meg a kólát nem szeretem, meg ezeket. De kértem zöld teát, az a, ami még az én ízlésemnek megfelel. Most ilyenkor jól esik ez a jó kis olajos sült krumpli. Nem tudom, olajos zsíros vagy is. Nem is tudom, azt hiszem zsír. Amikor 30 évvel ezelőtt diákként dolgoztam a Mekibe, akkor növényi zsírba sütöttük. Most nem tudom, miben van. Na, ez csak egy ilyen kis semmilyen vlog. De egyébként bécsi videó lesz egy csomó. Csak úgy akarom kitenni, hogy egymás után ne csak bécsiek legyenek, hogy ne unjátok meg a történetet.
Úgyhogy most elég sokat előre dolgoztam. Így viszonylag előre el vannak a csidejók készítve, ellenben legalább tudok válogatni, hogy ne egy téma jöjjön egymás után. Ezzel kapcsolatban elképzelhető, hogy rövidesen elindul a csatorna tagság is, mert ezáltal, hogy van előre videó, tudnék a tagoknak előnyöket biztosítani. Még gondolkozom, hogy hogy legyen, meg mi legyen a nevük a különböző szinteknek. Szerintem a sörvlogok után pikoló, pohár és korsó lesz. De ezt majd még egy külön bejelentő videóban, amikor ez elindul, ezt el fogom mondani. Még nem tudom, mikor csinálom meg, de lehet, hogy rövidesen. És akkor úgy lesz, hogy... De nyilván nem fogok tudni minden videót előre kitenni, mert néha vannak ilyen nagyon aktuális témák, amiket azonnal ki kell tenni, azokat nyilván nem tudom előre. Azokra ez nem fog vonatkozni, de általában az én előre készített videóknál, mit tudom én, az egyik szinten kirakom egy nappal előtte, a másik szinten, amikor elkészül és közzé tehető állapotban van, tehát van rendes címe, indexét, stb. És akkor a harmadik ilyen mecénás szinten, vagy nem tudom minek nevezzem, ott már nem elég a nagy krumplihoz a ketchup. Nézzétek meg, pedig már úgy főment, 2,20 egy ilyen kis ketchup. Annól még 100 forint volt, 1976-ban. De akkor nem jutott neki, legalábbis nem Magyarországon. Na, úgyhogy ilyen gondolatok vannak oda, meg a mecénás szinten meg olyan dolgokat raknék föl, ami csak oda kerülne föl, mert hogy olyan elkészített snitteket, meg kisebb izéket, anyagokat, amik egyébként ilyen komolyabban megvágandó videóhoz készülnek, és azok a komolyabban megvágandó videók meg néha hónapokat, vagy akár éveket is pihennek a kis Winchestereimen, mire azokból videó lesz. És akkor ezekből jobb jeleneteket kiraknék a legfelső szintű tagoknak. Erre gondoltam. De ezt majd meglátjuk. Ilyen gondolatok vannak. Szóval eszem itt a Shower menüt. Lehetne az is a címe, mint a szatyor rolognak, hogy mit vettem 3550 forintért egy kajálásra elment. Tehát ez már, jó mondjuk az étterem most már drágább, de mondjuk egy olcsóbb étteremben egy fogásnak, egy rendes fogásnak az ára. De hát most ugye gyors kajádai történet van, mert hogy hamar meg kell enni. Na nézzétek, ilyen barbecue cuccot vettem, van benne rendes sajt, nem az a lapka sajt, ami szokott lenni a McDonald's burgerekbe, és ilyen mákos üzébe van, zsömrébe van, remélem nem lesz nagyon édes. Na, jó étvágyat nekem. Hú, van hozzá ilyen izé papír, de jó, nem folyik a kezemre a barbecue szósz, mint a izénél, mint más burgereknél. Látjátok, van hozzá papír, és még igazából így. Na, mint egy rendes street foodba izé, hogy be lehet papírozni, és akkor nem folyik a kezemre a dolog. Na, ez ügyes dolog, köszönjük a Mekinek. Finom. Egy kicsit csípő. Na, se baj, ettől kibírjuk. Én szeretem a csípőset. Csak. Szeretem a csípőset. Csak a beleim nem nagyon szeretik. Mi van itt a számon? Most már jó. Na, most már be is fejezem, mert ezzel már tele lesz a szám, úgyhogy úgy nem akarok beszélni, a krumpli evés közben tudtam pofázni. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek, tartsatok velem legközelebb is, Vikári voltam, sziasztok, tsüssz!